Horváth iramodik meg, Tóth Attila ott van a túloldalon. Gyönyörűen csinálta Horváth, Tóth! Atya úristen, mit vitt valagó, Tiago! Tatai végezheti el az oldalberugást, Dorogi forgatja meg, Lipl. Gyönyörű visszapassz volt, ott van Tatai részéről a második! Gerencsér, ott marad a labda, Dorogi! Horváth, ott van! Lux, ott az ötödik. Vas. Mateusz! Gyönyörű ívelés! Ott a hatodik! Óriásnak gratuláció a srácaimnak, mert a második mérkőzést hozzák le kapott gól nélkül. Nagyon nehéz egy találkozót megnyerni a mostani NB1-ben, nem hogy kapott gól nélkül lehozni és 6 gólt szerezni. Nagyon köszönöm nekik a mai munkájukat, de külön engednek, hogy kiemeljem megint a szurkolótáborunkat. Nem vagyok abban biztos, hogy kapott gól nélkül, meg minden mérkőzést meg fogunk nyerni, de egy dolog biztos, hogy itt Veszprémben van a legjobb szurkolótábor. Ahogy szeretik ezt a csapatot, az elejétől kezdve végig buzdítják, egy óriás nagy dolog, és köszönjük szépen, kellett az ő segítségük is hozzá. A következő mérkőzésen újra itthon játszunk hazai környezetbe, természetesen ott is szeretnénk majd győztesen elhagyni a pályát. Váltottunk a védekezésbe, és jó pár olyan dolgot át kellett beszélni, és ki kellett javítani, ami akár hiba volt a felkészülés alatt, vagy a tavaly előtti szezonban. Én úgy gondolom, hogy ez most nagyon jól működik ez a dolog, bízom benne, hogy ez így lesz tovább, és hogy egy csapat tud sokáig kapott gól nélkül tartani egy mérkőzést, ha rúg egy gólt, akkor utána értem szóval az ellenfél picit be fog esni mentálisan. Ez így történt a mai mérkőzésen. Azt kell, hogy mondjam, hogy már az első félidőben eldöntöttük ennek a 3 pontnak a sorsát. Igazából azt gondolom, hogy azt a teljesítményt kaptuk az ellenféltől, amire számítottunk. Lehet, hogy kevés időnk volt rá felkészülni itt a hétfő után, és sok energiát kivett belőlünk az a meccs. Sajnos olyan hibákból kaptuk a gólokat, amire számítottunk, hogy ez fog történni. Nyilván ez jó dolog a Veszprémnek, hogy tudta azt csinálni, amit szeretett volna. Helyenként elvesztettük a mérkőzésnek a ritmusát, de próbáltunk visszajönni, és a második fél már jóval jobban nézett ki, a korai gól ellenére is. Nagyon nehéz volt ez a pálya, nagyon meleg volt, nagyon nehéz volt játszani, alig volt levegő, de nyilván erre nem lehet fogni, dolgozunk tovább. 6 gólt kaptunk és nem rúgtunk, úgyhogy nyilván nem vagyok elégedett. Voltak olyan periódusai a meccsnek, amikor elégedett lehettem, azért, mert bátrabban játszottunk, nem mindig visszafelé, hanem megpróbáltuk előre játszani, akkor nyilván sikerült is őket kijátszani. Sajnos gólokat nem értünk el ezekből, és elég sok hátrányos ítéletet is kaptunk, azt gondolom, hogy körbelőtték a kapunkat. 10 méteren belül volt 8 szabálytalanság az ellenfél, volt 8 szabálytalanság, amivel felével se értettem egyet, de nyilván ez egy ilyen bicikli.